Jó napot! Jó reggelt! Kinek, kinek? A szerencsések. Szerencsések? Még alszanak? Hát ezt nem gondolom. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy már régen fönn vagyok. Szép ilyen késő nyári reggelen köszöntöm sok szeretettel a nézőket és a hallgatókat. A program ugye reggelente a Népszavával indul. Jó reggelt, köszöntöm az elsőt. Szóval a Népszavával indul. Hargitay Miklósra fogok beszélgetni arról, hogy mit ajánlunk a mai lapszámból, és ezzel persze meg is magyarázzuk önöknek, hogy miért ajánljuk önöknek a Népszavát. Ugye 1853-ban alapított szociáldemokrata napilapról beszélek. Vagy erről fogunk beszélni. Aztán ilyen, ha ezzel végeztünk, közben természetesen ajánlom figyelmembe magunkat, meg a telefonszámot, amit most megint nem hoztam ide magammal. Na mindegy, de mindjárt mondom. Azt mondja, hogy mondom. Na, hogy kimaradjunk a buliból, és legyenek telefonálók is. Ugye azt mondja, hogy 30, 0630, 177, 86, 59. 0630, 177, 86, 59, de egyébként kim van a Facebook oldal tetején is, de azért majd elmondom elég sokszor. Aztán csütörtök van, és csütörtökön nagy csomag újsággal szoktam hazatérni. A Népszaván kívül még nem volt más tömmódomban végignézni, majd ilyen spontán lapozgatás lesz, mintha együtt kávéznánk. Ugyan kávét nem főztem még, de mindegy, most itt sok minden elmaradt, mert jószerivel nem aludtam, hiszen hosszú volt a tegnapi nap, sok dolog volt a kötött fogás kapcsán. Reggel ugyan elmondtam, de gondolom vannak olyanok, akik reggel 7-kor nem azzal gyötrik magukat, hogy engem hallgassanak, ennek néhány elemét majd el fogom mondani a műsor második felében. Meg belepillantunk, vetünk egy pillantást a csütörtökön megjelent heti lapokra, meg bele is nézünk természetesen, és akkor most hívom Hargitay Miklóst. Itt van a Népszava. Haló? Na, szervusz Miklós, Csintalan Sándor. Szervusz, jó reggelt. Na, hát akkor jó reggelt, itt van a ropogós Népszava, amit azért már meggyűrögettem, mert arra már volt módom, hogy belenézzek. Hát a két jó néhány alapkérdés van, mert hogy a világ nagy, de a mi szempontunkból két nagyon fontos dologgal indultok a címlapon. Egyrészt úgy idézitek ide, hogy vámviszályok tépázzák a nyugatot. Hát ezt azért leánykori nevén kereskedelmi háborúnak hívjuk, nem? Igen, és előbb-utóbb mi is belesodródhatunk, mert ennek az egyik ága nagy valószínűséggel az lesz, hogy komoly vámokat vetnek ki, vagy az eddiginél is komolyabb vámokat vetnek ki Amerikában az európai autóbehozatalra, nálunk pedig számos olyan prémium modell gyártanak, vagy terveznek gyártani, aminek az egyik jelentős piac az Egyesült Államok, tehát ebből mi nem nagyon tudunk jól kijönni. És ráadásul Trump ezeket a német autókat nem bírja. Tehát se az Audi, se a BMW-t, semmit. Se a Porsche-t. Önállam mondjuk ritka a racionális hozzáállása a világ dolgaihoz, de kétségtelen, hogy ez az egyik terület, ahol példát szeretne statuálni. Hát igen, meg olyan jól hangzó történet ez a választóknak in situ, hogy az elnök harcol az ő érdekeikért. Különösképpen ugye az amerikai autóiparban és az ott foglalkoztatottak érezhetik azt, hogy most az elnök hú, de nagyot tesz azzal, hogy úgymond háborút folytat. Csak ugye ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, sokan mondják, nagyon remélem, hogy most nem lesz igazuk, hogy ott, ahol kezdődik a kereskedelmi háború, majd ahol ennek vége van, ott valami egészen más következik. Az első, Egyrészt a igen, második akkor világháború. megváltoznak az országok közötti viszonyok,
viselkedési viszonyok és előtérbe kerül a nemzeti érdeknek, vagy inkább a nemzeti önzésnek a hangoztatása, általában az az út szokott elvezetni a súlyosabb, tehát akár ilyen fegyveres konfliktusokig jó lenne, hogyha ez most nem így történne, de valójában ennél a világ már sokkal összetettebb, hogy ilyen eszközökkel meg lehessen rendszabályozni bizonyos gazdaságokat, tehát az európai autókban nagyon sok amerikai alkatrész van, szoftvertől elektronikáig, úgyhogy amikor az európai autóipart korlátozzák Amerikában, akkor az a részben az amerikai ipart is korlátozzák, ez az egyik. A másik, hogy az autógyártás az általában kivonult már a fejlett gazdaságoknak a perifériáira, mi is ilyen periféria vagyunk sajnos, de mondjuk az Egyesült Államok számára Mexikó az autógyártásnak a főbázisa, és nem az fog történni, hogy ezentúl nem lesz német autó az Egyesült Államokban, hanem nagy valószínűséggel az fog történni, hogy nem Magyarországon gyártják, hanem Mexikóban. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ugye voltál szíves szóba hozni ezt a nemzeti önzés dolgot. Hozzuk le azért ezt a valóság talajára, mert ezt mindenki olyan ideológikusan szemléli. És ugye annak idején, amikor a Trump előadta, hogy America first, akkor ugye lényegében annak adott hangsúlyt, hogy ő az erő pozíciójából, az erő, a világ legnagyobb gazdasági hatalma egyelőre, az erő pozíciójából akar kétoldalú megállapodásokat kötni, amelyekben evidensen az, aki a, hát hogy mondjam, ebben az alkudozásban az erősebb fél, azt tud dominálni. Csak ugye annak a tanulságnak is az alapján nem véletlenül alakult ki a II. Világháború után az, hogy egyrészt kooperációk kezdtek létrejönni, és egyébként nem véletlenül ideges Amerika és az oroszok is mondjuk például az Uniótól, mert ha itt a Unió nemzetállamai valójában összeállnának, akkor abban az esetben egyenrangú tárgyalási pozíciókat tudnának elfoglalni. Hát egyébként ezek a nagy kereskedelmi megállapodások is azt a célt szolgálják, hogy azért valahogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a viszonyok, egyébként egy olyan gazdaságban, ahol az Egyesült Államok valutája dominálja a világpénzpiacát. Igen, mert ez a dolognak a gazdasági vetülete, de van egy történelmi vetülete is, hogy a újkori meg a legújabbkori európai történelemnek a nagy részében a vezérlő elv az a nemzetállami önérdek vagy önzés volt, és ez oda vezetett, hogy 20-30 évenként volt egy nagy háború Európában. Ugye az első meg a második világháborút is nagyon könnyen le lehet ebből az elvből vezetni. Aztán volt egy átmeneti periódus, egy aranykor, ebben élünk most, amikor lett egy másik vezérlő elv, mondjuk, hogy az együttműködés, ebből született az Európai Unió, aminek rengeteg problémája van, de az tény, hogy mióta létezik, azóta háború vagy háborús konfliktusnak a komoly veszélye sem merült fel ezen a területen, és például Németország egész jó békében van Franciaországgal, ami nagyon ritka volt a korábbi történelmi századokban. Tehát most, aki megint ezt a nemzetállami önérdeket próbálja előtérbe tolni, annak tudnia kell, meg főleg az embereknek, amikor erről hallanak, tudnunk kellene, hogy itt mit kockáztatunk valójában. Na, a másik címoldalas híretek. Mit mond a kolléga az Unióból? Ugye most volna aktuális jövő héten Sargentini jelentése. Itt egy hangulatjelentést olvasunk ebben a cikkben, ami egy kicsit úgy tényleg nagyon érzékletesen bepillantást enged abba a politikai játszmába, meg a játszmának az összetevőiben, amiben mondjuk az dől el, hogy egy, mikor kerüljön a kérdés napirendre, ki legyen a meghívott, és a többi. Picit ez nekem olyan ízlét, tudom, olyan kicsit olyan dedós, de hát az élet az ilyen. Igen, és az Európai Parlamentben minél közelebbről néz az ember, annál jobban látszik, hogy alapvetően ilyen bazári alkuk folynak. Itt, amikor ezt a jelentést tárgyalni fogják, valójában nem az az igazi kérdés, hogy elfogadják-e, mert a többség nagy valószínűséggel meg lesz ennek az elfogadásához. Szerintem inkább az a kérdés, hogy kétharmaddal vagy annál kisebb többséggel fogják elfogadni, és a Fidesz pedig az utolsó pillanatig szemére lebontva alkudozik, főleg azokkal a néppárti képviselőkkel, akik még ingadoznak,
és ezekben az alpokban, az égvilágon mindent bevetnek egészen odáig, hogy mekkora adókedvezményt, vagy hány évre szóló adókedvezményt fog kapni a BMW gyár. Ugye látjuk, hogy a magyar EP képviselők szinte mindig, szinte mindenben együtt szavaznak a németekkel, és támogatják a német álláspontot, és azt szoktuk cserébe kapni ezért, hát dupla időzőjelben, mert ez nem az országnak ajándék, hanem a Fidesznek, hogy ezeket a magyar kormányt elítélő gesztusokat, ezeket a német képviselők egy része nem szavazza meg. Egyébként közben csak úgy mondom, de nyilván evidens, hogy, hogy lehet ám írogatni kérdéseket, és akkor a Miklósnak én továbbítom. Nem, én például arra gondolok, hogy és ez most nem egy cinikus, meg naív megérdés, meg álnaív megérdés, de ugye most olvastam nálatok, hogy a Junckernek van egy jelentése, vagy beszámolási kötelezettsége az unió helyzetéről, és részben emiatt is lehet, hogy tolják a magyarokról, Magyarországról szóló vitát, nem a magyarokról, és a magyar kormányról szóló vitát, hogy a két ügy ne vigye el egymás nyilvánosságát. Jó, én marha vagyok, és már azért elég régen benne vagyok a politikában, csak olyan baromi furcsa időnként ez nekem, de mindegy. Figyelj ide, egy dolgot szeretnék még felvetni ebben az összefüggésben. Most tényleg egy vitát hallgattam tegnap, és milyen érdekes egyébként, hogy az ellenzéki politika is belement ebbe. A kormánypárti agitációnak az az állítása van, hogy két verzió van, nem csak a népvándorlással összefüggésben van nekik egy nagyon erős üzenetük, hanem hogy két verzió van. Van az egyik verzió, hogy a nemzetállamok Európája, és a másik verzió, amivel hadba hívnak minket, az az, hogy itt vannak olyan politikai tényezők és olyan erők, akik egyébként a nemzetállamok, aki egységes Európában gondolkodik, az a nemzetállamokat meg akarja szüntetni. Te egy komoly újságíró vagy, nagyon sok mindent láttál. Te ismersz olyan komoly erőt ma Európában vagy Magyarországon, olyan politikai tényezőt, amelyik a nemzetállamok megszüntetésére törekszik? Nem, de valójában ezt nem is tartom már a politika részéről egy valós kérdésfeltevésnek. Egyrészt itt van az a történelmi dimenzió, amiről beszéltünk, hogy a nemzetállamok Európája volt 300 vagy 400 éven keresztül, és háborútól háborúig tántorogtunk benne, tehát amikor ezt a mondatot valaki kimondja, akkor én nekem semmilyen jó vagy pozitív asszociációm nem kapcsolódik hozzá, tanultam történelmet, tudom, hogy milyen a nemzetállamok Európája, és kifejezetten okos dolognak tartom azt, hogy bizonyos területeken nem a nemzetállami kormányoké a döntő szó, hanem rákényszerülnek az uniós jogi környezet miatt arra, hogy másoknak az érdekeit is számításba vegyék. Mi nem vagyunk egy nagyon erős nemzetállam, és ahogy a dolog kinéz, amekkora a területünk, a létszámunk, a gazdasági erőforrásaink, stb. Valószínűleg nem is leszünk, tehát egy ilyen nemzetállamok Európájában mi valószínűleg a rövidebbet húznánk, és én nem tartom ezt egy biztató perspektívának. Ebben neked tök igazad van, de én most rakódott bennem igazából tegnap össze, hogy milyen csapdába sétál bele az ellenzék egy része, amikor beleáll abban a vitába, hogy egyébként az európai egység, te is ezt mondtad, végül is a szuverenitások egy részét adják át, az azért nem mond ellent annak, hogy a nemzetállami karakter, a kultúra, az identitás, a közösség értékrendje lerombolásra kerüljön, és az nem jelenti a nemzeti megsemmisülést. Egyáltalán. Én most jöttem haza Svédországból, a nyár egy részét töltöttem. Svédország az egy jellegzetesen patrióta ország, igen, tehát nagyon nehéz olyan házat találni például, ahova ne lenne kitűzve a svéd zászló, főleg vidéken. Ezzel együtt ott semmilyen komoly politikai vita nem szokott folyni arról, hogy a szuverenitás egy részét jó lehet átadni az Európai Uniónak.
őket régebben megtették, mint sőt már azelőtt, hogy az Európai Unió létezett volna, lemondtak a szuverenitás egy részéről, amikor létrehozták az északi államoknak az integrációját, és én semmilyen jelét nem látom annak, hogy ők ezért a nemzeti önazonosságukból bármit feladtak volna. Miklós, olyan jó, hogy ezt most szóba hoztad, mert a másik történet ezzel az nyilván érzékelet, hogy egyébként Magyarország, nagyon sokan úgy tudják, hogy nem véletlenül, hogy Svédországban polgárháború van. Mit tapasztaltál? Hazamenekültél a nyaralás közben, mert háború van Svédországban? Mi azon a héten voltunk Göteborgban, amikor itthon is voltak róla hírek, hogy ott bizonyos fiatalok autókat nyújtottak föl, és akkor engem a magyar közmédiának a hírei figyelve aggódva hívtak fel a szüleim, hogy hát Göteborgban zavargások vannak, és hogy részeit mi át ezeket a nehéz napokat. Semmi ilyen jelével nem találkoztunk egyébként annak, hogy ott zavargások lennének. A tény, hogy a sajtó precízen beszámolt ezekről az autógyújtogatásokról, de egyrészt Magyarországon is időnként felgyújtanak autókat, másrészt Svédországban, Göteborgban is, vagy Malmöben is összehasonlíthatatlanul jobb a közbiztonság, mint Magyarországon. Mi, amikor még a Népszabadságnál dolgoztunk, akkor ebben a Korvin-Szigony projektben, 8. kerületben volt a Népszabadságnak a szerkesztősége, és hát ott voltak olyan irányok, ahova mondjuk az esti zárás után már nem indult el gyalog az ember abból az épületből. Göteborgnak nincs két olyan pontja, ami között én nem mernék gyalog közlekedni az éjszaka tetszőleges órájában. Svédországban nagyon sok helyen szokás, hogy még nem zárják az autókat, fönt éjszakon a lakásokat se feltétlenül, tehát egy olyan szintje van a biztonságnak, meg az emberek között a bizalomnak, amit Magyarországon nem tudunk elképzelni, és amikor én olvasom, meg hallgatom ezeket a híreket a magyar pártmédiában Svédországból, akkor nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessem. Aztán a Népszava 5. oldalán egy érdekes portré. Te tudsz erről valamit, vagy többet, mint ami itt a cikkben megjelent? Pusztai Csató Adrienről van szó, Szent István volt polgármesteréről, és ugye a cím is illusztrálja, hogy miről is van szó, és ezt azért érdemes feltárni, és ebből szempontból ezek a kis helyi történetek nagyon tanulságosak. Nevezetesen az, hogy ilyen a NER, egy volt ellenzéki polgármester veszőfutása, még utána se hagyják békén. Igen, hát ennek a hölgynek ugye az volt a bűne, hogy nagyjából kétharmaddal legyőzte helyben a Fideszt, és biztos, hogy van ennek a konkrét esetben túlmutató jelentősége, mert van ebben egy tendencia, ugye láttuk annak idején, hogy hogy járt a Széchenyi Éva Esztergomban, meg hogy jár most éppen a Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen. Olyan furcsa demokrácia értelmezése van a mi kormányunknak, hogyha a nép valaki másnak szavaz bizalmat, akkor azt a kormány a saját maga elleni támadásnak tekinti, és azonnal visszatámad, és megbünteti nem csak a polgármestert, hanem a népet is. Igen. Tehát mondjuk Esztergomba az égvilágon semmi nem fejlődött. Tudjuk, hogy a buszközlekedés gyakorlatilag megszűnt, meg a közvilágítása súlyos problémák voltak azokban az időszakokban, amikor a Széchenyi Éva volt a polgármester, és nyíltan meg is üzen időnként a Fidesz a választási kampányban, hogy ez vár azokra, akik rosszul szavaznak, és én ezt teljesen beilleszthetetlennek tartom egy európai demokráciában. Hát arra most nem beszélve egyébként, ha jól tudom, egyébként azóta se sokat változott a helyzet, pont olyan ramat csak az utak, meg minden kutya füle, mint amit a Széchenyi Évának a nyakába vartak. A publicisztikai oldalatokon van egy nagyon érdekes írás, itt a vélemény rovatként lehet ezt, Beck Tamás publicista Korszakhatár című cikkében. Nem olvastam mástól ilyet, és én most ebben nem is gondolnék itt vitát nyitni, csak ide idézem, és hogyha
gondolod, fűzzél hozzá, kíváncsi vagyok a véleményedre. Azt írja itt egyrészt, hogy Siffer András hívei által bőszen védelmezett LMP-s alapszabály megóvta a pártot a teljes hitelvesztéstől. Na de ami ennél sokkal érdekesebb, a cikk vége, hogy itten van nálunk ugye baj a demokráciával, leírja a szerző, hogy idáig azért jó részt a nagyok, így Orbán Viktor is azután, hogy stabilizálta a hatalmát, úgy viselkedett, mint egy elszabadult hajóágyú. És akkor azt írja a szerző, hogy neki ebből a dologból az a tanulsága, hogy a bázisdemokrácia az, és ilyen formán mondjuk például az LMP bázisdemokratikus működése jó kiindulási alap lehet, ezt én teszem hozzá, Magyarországon a helyes út megtalálásához. Neked van véleményed erről az egész bázisdemokratikus tébolyról? Van egyébként, mert én amikor az LMP még egyáltalán nem létezett, talán még gondolat formájában se, akkor is ismertem bázis demokratikus alapon működő pártokat, mert a környezetvédelem a szűkebb szakterületem, és az európai zöld pártoknak a jelentős része ebben az a struktúrában működik, tehát bázis. És az ott működik? Elven és társelnöki rendszerben. És számos országban ezzel semmi probléma nincsen, tehát lehet, hogy ez mondjuk a magyar gondolkodáshoz nem illeszkedik annyira, ez egy feltételezés, nem tudom, de az is lehet, hogy egyszerűen nem gondoltak végig mindent, amikor az LMP-nek a alapdokumentumait megszerkesztették, mint ahogy nem gondoltunk végig mindent 1989-ben, amikor az alkotmányt megszerkesztettük, mert voltak olyan forgatókönyvek, amikre nem volt az alkotmány felkészülve, most meg vannak olyan forgatókönyvek a politikában, amire láthatóan nem készültek azok, akik a LMP-t megalapították. Jó Miklós, de azért egy pillanatig hagy kötekedjek egy picikét veled, hogy azért amikor a rendszerváltós alkotmány született, akkor ugye ez azért úgy született, hogy a magyar jogtudósok és a magyar jogtudomány egy jó része közjoghoz értők, meg politikusok kerekasztal környékén ugye leültek, és végül is azt tették ki az asztalra, ami az irodalmi műveltségük alapján számukra ismert volt. Ugye? Hát, a jó Isten tudta, na igen. Igyekeztek valami kiegyensúlyozásra törekedni, bár annak idején, amikor az amerikai alkotmány született, ott is az alapító atyák csak a fejükből rángatták ki, hogy mi történt, mondjuk elég jó kis alkotmányt csináltak. Igaz, hogy nagyon nem voltak olyan szereplők se, akik fel akarták volna rúgni ezt az alkotmányt, mondjuk Trumpot leszámítva. De azért, amikor az LMP megszületett, akkor azért már sok mindent lehetett látni, például azt is, hogy adott esetben tud diszfunkcionálisan működni a bázis demokrácia, és hogy a pártlogika azért egy picikét más, mert hogy a végén azért döntéseket kell, hogy mondjam, vannak olyan, mint a képviseleti demokrációt, tehát tele van szituatív elemmel, csak ezt akartam kinyögni. Azért nem véletlen, hogy a zöld pártok nem tudtak tömegpártukká válni, ha jól tudom, sehol, nem? Nem, sőt, most éppen a német zöldeknek a népszerűsége 10% fölött van, de egyébként az LMP a maga 6-7-8%-os választási eredményeivel egy viszonylag is izmos zöld pártnak számít Európában. Viszont aki az LMP-t valamennyire belülről látja, vagy belülről is látta, az tudja, hogy ott sokkal nagyobb az értékkonszenzus bizonyos típusú értékek körül, mint egyébként egy átlagos magyarországi pártban. Tehát az szerintem nem volt egy teljesen légből kapott feltételezés, hogy ott ennek az értékkonszenzusnak az alapján akkor is meg tudnak születni bizonyos döntések, hogyha egy bonyolult szervezeti struktúrát építenek föl, és nagyon sok embernek hagynak beleszólást a döntésekbe. Én nem hiszem, hogy ezen múlott. Egyébként a szerző is erre hívja föl különösképpen a figyelmet az országos tanulságok szempontjából. Jaj, Miklós, nem foglak föltartani, de itt van még egy érdekes történet, amit most ti megírtatok, nem tudom, hogy bárhol máshogy ez megíratott-e. Jubrán Ihádnak és a járőröknek az esete.
3-4 napja ez folyamatosan kering az interneten. Ungár Tamás írta meg a Népszavának. Mondjuk azért a helyzetre ez is jellemző, hogy, hogy a szerző összeszedte a háromféle, többféle változat kering a városban. Ugye arról van szó, nem tudom, aki, hát aki itt nézi, az nagyjából az interneten mozgott, hogy ugye van egy palesztin orvos, aki 20-valahány éve itt él Magyarországon, Pécset végezte az egyetemet, orvos, és hát most az a történet kering, hogy ilyen alaptalan feljelentések alapján megprovokálják, és akkor kivonult a rendőrség, és a főorvos úr szerint bántalmazták őket, vagyis őt konkrétan. Azért minden esetre nem tesz jót a mentál, a szocioemocionális szféránknak és a mentális állapotunknak, hogy ilyen zűrzavaros történetek kerülnek ebben a históriában elő, és persze mindenki ízlése és szurkolói klubja alapján dönti el, és kénytelen eldönteni, hogy mi az igazság. Tudtok valami többet, vagy valami ennél többet, ami le van írva, hallottatok? Nagyon nehéz ebben a történetben tisztán látni, és én ezt egyébként egy nagyon tisztességes eljárásnak, vagy talán az egyetlen járható útnak tartom, hogy ilyenkor elmegy a tudósító. Jó, igen, igen. Beszél, akivel tud, és utána leírja úgy a történetet, hogy bizonyos kimeneteleket vagy magyarázatokat nyitva hagy, tehát nem a saját ideológiai beállítódásunk alapján, igen, igen. Meg, hogy szerintünk mi történt, hanem elmondjuk, hogy mi az, amit tudni lehet, meg mi az, amit nem lehet tudni. És amikor ez az egész bevándorló téma ennyire túl van pörgetve, akkor tudom, hogy erre különösen érzékenyek az emberek, és nem is gondolom, hogy szabad ezzel másképp bánni. Én azt tartom problémának, amikor mondjuk ott vagyunk egy nappal az áprilisi választások előtt, és történik Németországban valami, igen, egy merénylet, és a kormány sajtó még akkor is ragaszkodik ahhoz a forgatókönyvhöz, hogy ennek migrációs háttere volt, amikor már az összes nyugati hírügynökség egyértelműen tisztázta, hogy semmi köze, igen, a migrációhoz. Tehát itt a médiának van egy óriási felelőssége, amivel szerintem mi most jól éltünk, de nem mindig azt látjuk, hogy ezzel a felelősséggel tisztában vannak azok, akik a híreket szerkesztik. Hát igen, az igazság most egyébként mostanában nem kúrens. Miklós, nagyon szépen köszönöm a nézőknek, hallgatóknak, akkor ezt tudtuk kínálni a mai Népszavában, egyébként csomó minden más is van, nem fogunk minden titkot elárulni, nehogy félreértés legyen, legyenek szívesek keresni a Népszavát és olvasni a Népszavát. Miklós, köszönöm! Holnap köszönöm szépen én is. Folytatjuk meg szombaton, meg az idők végezetéig. Köszönöm, szia! Köszönöm, szervusz, viszont hallásra! Szia! Na hát akkor, hölgyeim és uraim, a Népszava fél óránkat mai napra lezártuk. A telefonszámom azt mondja, hogy 0630 177 86 59. Akinek van kedve, meg inspirációja, meg szeret beszélgetni, a szívjön. Legyen bármilyen nézőpontú, bárhogy is közelítse a világot. Ha beszélünk egymással, akkor ez a dolog csak előbbre visz. De ha már ezt szóba hoztam, a tegnapi kötözfogásra hagyj térjek már vissza, hogy bizonyos ebben az összefüggésben. Én nagyon jó, nem volt egyszerű tegnap összehozni a paklit, mert egyrészt volt, aki nagyon beteg, ugye Konok Péter szegényként majd, hogy nem süket lényegében, egyébként egy nagyon kedves, nagyon vagány, nagyon szóval egy nagyon jó csávó a Péter. Tehát ha ő azt mondta, hogy nem tudott jönni, akkor tényleg súlyosan van akadályoztatva. Hát írni ír, az elkeseredettség egyébként a Facebook posztjaiból kihallatszik. Az ember nem szereti, amikor fizikailag van korlátozva abban, amit szeret csinálni. Na mindegy, tehát nem volt egyszerű persze semmi sem egyszerű, soha. A lényeg, hogy vendégként e,
Meghívtuk és elfogadta a meghívásunkat Skrapski Fruzsina és Hont András. Két abszolút eredeti személyiség. Az interneten, Facebookon, meg így itten a közbeszédben, komoly vitában állnak egymással. Aztán ugye vége lett a műsornak, én szerintem jó műsor volt. Jaj, tényleg a Jani. Igen. Na szóval egy jó műsor volt, szerintem élénk volt, odafigyeltek egymásra a résztvevők, de érveltek, szimmetrikus volt. Szerintem tartalmilag is sok-sok kérdés felvetett és tovább gondolásra inspirált. Na és aztán ugye hazajöttem, meg utána is beszélgettünk még egy kicsit, és én nem nagyon szoktam nézni őszintén szólva, vagy pontosabban nem is azzal a szemmel szoktam nézni a kommenteket, mint ahogy úgy jellemzően. Meg olyan nagyon nagy meglepetésem nincsen, hogy szurkolói klubok, tehát nem vagyok ott meglepődve, hogy úgy viselkedik a kommentsereg egy része. Hát, meg egyébként is, én azért nagyon remélem, hogy, sőt biztos vagyok benne, hogy az ember azokkal is, tehát nem csak a kommentelők vannak. Vannak emberek, akik meghallgatnak álláspontokat, és aztán kialakítják a... Úgy, én is így gondolom. Igen, igen. Szóval már hogy jó volt, nagyon, nagyon jó volt a két vendég. És aztán ugye a kommentsereg egy része. Hát előadta magát. Ugye a Fruzsina hívők, Fruzsinán számon kérték, hogy hát hú, hát egy Honttal leülni, meg egy ilyen izével, meg egy ilyen társasággal. Az András hívei számon kérték az Andrást, hogy hát egy Fruzsinával leülni, hát micsoda dolog ez. Nem elhanyagolható az a tény szerintem, hogy ez egy ebben az értelemben, ebben a döntésben, hogy részt veszünk-e a műsorban, vagy nem veszünk részt, ebben a résztvevők döntése egy abszolút szabad döntés. Itt ugye se pénzt, se izért, se presztist, legfeljebb csak a közönség, és ez a legfontosabb egyébként, meg a választók, meg a honfitársak megbecsülését lehet kivívni, és szerintem ez a legfontosabb. De attól azért a tényleg annyira engem az úgy általános érvényel az azért ennek a kommentseregnek a véleményében, hogy baromira zavar, és ugye ez a közvélemény egy része, hogy egyszerűen látható és érzékelhető módon, számomra érzékelhető módon, valami más műsort néztek, mert látható, érzékelhető, tapasztalt módon kiderült, hogy arra egyébként nem is figyeltek, sőt, mint több el se jutott az agyukig, de valószínűleg a fülökön keresztül se ment be, hogy mondjuk az általuk nem szeretett fél, az mit mondott? És őszintén mondom, hogy nem nagyon értem, hogy és azért ennek van hatása, azért beszélek róla, mert a nem szeretett helyen fellépő, szeretett vendéget is magyarázkodásra kényszeríti a saját szurkolói tábora sokszor, hogy miért is ül le ezzel vagy azzal vitatkozni. Ezt tudom mondani. Ez engem zavar. Hát a szabadfogásról meg azt tudom mondani, hogy érdemben és tartalmában én nekem teljesen, számomra teljesen döbbenetes itt a Hargitay Miklósra folytatott beszélgetésben is utaltam rá, hogy hogyan tudtak belemenni abba annak az ellentmondásnak az elfogadásába. Annak a paradigmának az elfogadásában, hogy ugye itt a kormány sajtó azt állítja, hogy aki egységes Európában gondolkodik, az meg akarja szüntetni a nemzetállamokat. Mondom, kérdeztem, hogy Miklós ismer-e ilyeneket,
vagy ilyen politikai álláspontot, hiszen ő mégiscsak egy újságíró és olvasó ember és tájékozott. A kérdésnek erre a részére, hogy van-e mértékadó ilyen politikai intézmény vagy szervezet, mértékadó az Európai Parlamentben, vagy ismert, mértékadó, látható, érzékelhető, meghatározható, tetten érhető politikai erő, amelyik egyébként azt hangoztatja, hogy akkor a nemzetállamokat meg kell semmisíteni. Mint ahogy az Unióval kapcsolatban, egyébként a nemzetállamok eddigi történelmi szerepével kapcsolatban is szerintem lehet, sőt kell, hogy legyen véleményünk, mert azért attól nem tudunk eltekinteni, hogy azért ez is egy nehéz szülés volt, a nemzetállamok megszülése, és mondjuk a 20. századi katasztrófák három nagy motiváló tényező volt, most nagyon leegyszerűsítve ugye a nácizmus, a kommunizmus, de a nemzetállamok önzése hát legalább szintén hozott ebbe a történetbe legalább bő 100 millió halottat és katasztrófát, és Európa szinte teljes pusztulása. Na, hát szóval. Na, ennyit erről. Mondom a telefonszámot. 0630 177 86 59. 0630 177 86 59. Ugye naponta, a napilapoknak az a természete, hogy naponta jelennek meg. Jaj, a kislányom küldött nekem üzenetet, a legnagyobb kislányom. Azt hitte, hogy szeret. Na hát, ugye van Magyar Hírlap, Magyar Idők és Népszava, mint országos napilap. Nyilván itt Budapesten, Pest megyében vagyok, itt valószínűleg van valami megyei lap, de még én nem találkoztam vele. Pedig keresem, és én járok újságárusokhoz. A csütörtöki nap pedig a heti lapok napja. Hát ugye sajnálatos tény, hogy heti válasz nincs. És most az elmúlt két nap híre, hogy az online üzemmóddal kapcsolatban is megszűnt a szerkesztőség és a munkatársak minden lehetősége. Szóval 0630 177 86 59 a telefonszámunk. Csütörtökönként van Magyar Narancs, van heti világgazdaság. A Demokratáról már szóltam tegnap, ugye a Demokrata szerdán jelenik meg. Nehogy már itten elfogultsággal vádoljanak. Heti világgazdaság. Figyelő. A Figyelő címlapon azzal indít Miklós Erikával, hogy nekem, már hogy neki itthon a legjobb, nekem is. Szerintem mindannyiunknak. Aztán, ha minden igaz, itt a címlap alapján Oszkó Péter ad egy interjút a Figyelőnek. A címe az, hogy nem térek vissza a politikába, mondja Oszkó. Aztán 168 óra azzal indít itten, hogy Orbán megszállná Európát. Van egy nagyon érdekes interjú, na erre nagyon kíváncsi vagyok. Én nagyon csípem az Ablonci Balást. A cikk címe itt a címlap alapján. Mi van, Csikó? Tragikus indián kaland, Ablonci Balázs, Teleki Párról és a konzervatizmusról. Jó, mindegyik Abloncit nagyon bírom, tehát a Bálintot is. Itt a történész Ablonci Balázsról beszélünk, aki egy munkacsoportot vezet az akadémiai égisze alatt, Trianon, első világháború története dolgozza föl, hihetetlenül érdekes dolgokat tárnak föl, és a hazug mítoszok rombolásában
nagyon alapos munkát végeznek, és a hazug, kellenek a mítoszok egyébként a népnek, a legendák, meg spirituális attitűdök, nekem is személy szerint, és gondolom önöknek is. De a hazug önbecsapás, az félrevezető, és még csak nem is gyógyír a lélek sebeire. Mondjuk ettől abszurd egyébként a miniszterelnök történészkedése. Aztán itten írnak egy cikket Nagy Imre és a NER, ugye el fogják vinni, el akarják vinni szándékaik szerint a Nagy Imre szobrot a vértanúk teréről. Aztán az alaptanterről is lesz. Tamás, most mindezeken gondolkodunk, de majd erre kitérünk, meg ezen dolgozni fogunk és a következő napok, hetek ezzel fognak telni, hogy megteremtsük a feltételeket. Márhogy a kötött fogásra összefüggésben, aki itt látja, az látja. És ahogy említettem, bár ezt nem tudom, most ez szellemesnek hat, de majd a lapot megolvassuk, Orbán megszállná Európát. Aztán HVG legendásan. Szellemes címlapokkal szokott jelentkezni. A címlap alapján Filipov Gábor a rezsim meghekkelte a demokráciát címmel jelenik meg. Mire készül a civil ellenzék? Kereskedőházak, új név, új milliárdok. Igen, igen, a cím önmagáért beszél, kádárkeltető kultúrharc, erősödő szél is jobb. Na és akkor meglátjuk, itt van egy érdekes történet, építőpark 2020 áttervezés alatt. Ez azért is érdekes különösképpen, mert nekem ugye az a mániám, hogy ugye ez a nagy, ez a növekedés, az nagyon látványos és tényleg nyilván jó dolog, csak ennek egy jelentős része holtőkébe történő beruházás. Tehát ezek ez az elképesztő mennyiségű beton, vasbeton, építőanyag, ez is nyilván növeli a nemzeti jövedelmet. Ellenben mi lesz velük? És ez hogy fog profitot termelni a haza üdvére? Van ez a portérolvat, amit említettem. A Demény Pál demográfus van most a portréban, és a portré vendége, de mondjuk pár demográfus. A telefonszámom viszont, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. 0630-177-86-59. 0630-177-86-59. Ő az, aki jeles demográfus, nem Magyarországon él, 24 évesen 57-ben távozott az országból, és az ő alapjavaslata az, hogy akinek gyermekei vannak, és ahány gyermeke van, annyival több szavazattal bírjon az országgyűlési választásokon, hogy aztán mondjuk ez önkormányzaton is így van-e, azt nem tudom, nincs így. Ugye ez a kérdés előkerült, beszéltünk is róla, önök is nyilván hallottak róla, Demény Pál az ötletgazda. Ő azt gondolja, hogy ez mindenki nézi ezt a műsort, a Frenc vegye meg, és az én kedves barátom, Nyíri János keresett. Ő sem nézi a műsort, most lebukott. Na hát ez van a ma megjelent heti lapokban, majd akkor most az a terv, hogy délután 4 órakor fogunk jelentkezni, vagyis fogok jelentkezni.
már ezeknek az ismeretében is valamelyest, de nagyon jó lesne, hogyha tudnánk verbális interakcióba lépni, hölgyeim és uraim, ne legyenek restek. Leó volt, mint mindig önökkel, úgyhogy várok mindenkit szeretettel. Aki hallja, adja át, hogy van egy ilyen. És az utcán jártamban, keltemben tapasztalom, hogy azért tudnak róla. Na, hát akkor... Halló? Ajaj, csókolom, várjon most meg, most akkor dolgozunk a felhangosításon, várjon. Halló? Majd mindjárt szólok, csak közben izé. Mindjárt. Halló? Mindjárt megszólal, remélem. Várjon, még nem. Na most mindjárt kiderül, hogy mi a helyzet. Á, megvan! Na, sikerült. Igen. Szép jó napot kívánok akkor mindenkinek, önnek is. Azért telefonáltam, mert hosszadalmas lenne leírni, meg azt gondolom, hogy így egyszerűbb. Sokkal egyszerűbb. Meg életszerűbb. Én a tegnapi kötött fogást ugye néztem, és ott ugye Dővényi István mondta, hogy nem szeretné, ha szponzorálnák magát személyek, hanem cégek szerintem. Ebben ott a buktató, hogy azért az a cég, aki felvállalja, hogy szponzorál egy ilyen adást, lehet, hogy rászállnak, ugye? Igen. És én biztatnám önöket arra, hogy próbáljanak meg azért segítséget kérni az emberektől is. Mert szerintem, ha valaki csak 100 forintot tud utalni, az is nagy segítség, sokan vannak, akkor azért csak könnyebben összejön, meg ez ugye anonim ilyen szempontból. Igen. Nem kell megjelenni néve, mert én azt szeretném, ha nem maradna abba ez az adás, mert nagyon fontos, sokakhoz elér, és szerintem sokan szeretnénk, ha folytatódna. Az a helyzet, tudja, az a helyzet, hogy ugye mi is emberből vagyunk, és már hogy nem király többes, hanem mindannyian. A Pista egy kicsit jobban el van most keseredve, de meg nem vagyunk ebben a történetben még eléggé kikupálva, meg nem vagyunk elég profik. De napirenden, meg most hirtelen is jött az, hogy vége, tehát nem ez az utolsó ilyen megfinanszírozott. Nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik eddig is ingyen dolgoztak, operatőrök, technikusok, hangmérnökök, a magyar hangnak hát különösképpen. Ez a bajban vagyunk, segítsünk egymásnak, ugye? Igen, ez volt. Ennek igen. Az esete. Igen, ez volt tényleg, úgyhogy nem mindenképpen azon vagyunk, és minden szerdán jelentkezni fogunk, és egyelőre adásról-adásra, sőt, tehát éppen ma mondtam a Pistának, hogy azért nagyon hülyék vagyunk, mert lehet, hogy vannak olyan emberek, akik értenek is ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen finanszírozás hogy lehet megteremteni. És még őszinte szóval nem beszéltünk senkivel. Úgyhogy ez lesz. Na, de a biztató szó is nagyon jól esik az embernek. Hát igen, azért is telefonáltam, mert szerintem ez is fontos. Igen. Hogy kapjanak biztatást erre, hogy csinálni igen. kell tovább, akármilyen piciben is, mert most még lehet, hogy piciben, de azért ez kinőheti magát. Á, ki is növi. Sokkal nagyobbra is. Higgyen, én biztos vagyok abban, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége lesz, mert ez az állapot, meg ez a helyzet, ez nem örökké való. Igen, és itt ugye én is Ruzsinával értek egyet, aki szintén ezt mondta, de hogy igen. ugye az internet virága most már azért tényleg minden háztartásban ott van, gyakorlatilag jó, nyilván vannak, ahol nem. De tehát a fejlődés szempontjából egyszerűen, meg hát most már ezeket a tévécsomagokat is úgy adják, ugye, hogy gyakorlatilag mindennel együtt olcsóbb, tehát azért sokan meg tudják rendelni, nem külön fizetni érte. Szóval így én például a magam példájából kiindulva, én televíziót nem igazán nézek, már évek óta nem. Tehát, aha. Sokan vannak itt különben. Igen. Nálunk azért van tévé, mert a férjem nézi a sportot, a fiamnak meg kell, hogy nagyobbik fiamnak meg kell, hogy legyen tévétatorna, mert ő ezeket mindig számon tartja, úgyhogy neki fontos, nekik fontos, én nem, én általában interneten nézem vissza azokat a
beszélgetéseket is, ugye, amik esetleg érdekelnek. És hát a Facebooknak azért nagy hatalma van ilyen szempontból, mert nagyon sok embernek van, mert úgy sok emberhez el tud jutni. Egyetértek. Ez a jövő. Egyetértek. Egyetértek. Én mindenképpen csak biztatni szeretném őket. Én nagyon szerettem a tegnapi adást, én Hont Andrást is nagyon szeretem hallgatni, neki mindig markáns véleménye van, de egyébként sok mindenben igaza van. Hát önök meg az állandó gárda gyakorlatilag biztosan nagyon kedvelt számomra, úgyhogy én nagyon szeretem Vahorn Andrást is, ugye, aki a művészi lelkével olyan plusz tud belevinni, ami egy ilyen kis szint volt gyakorlatilag. Abszolút, én nagyon bízom benne, hogy az András is előkerül. Ez az egyik, és ugye akkor ön se látott abban ellentmondást, hogy ott volt Hont András és ott volt Fruzsina. Én nagyon élveztem. Szerintem nagyon érdekessé tették, és meg is írtam egyébként az előbb, de én azt gondolom, hogy ők azért, még ha voltak is viták köztük, voltak kisebb pengeváltások, amikben egyetértettek. Tehát, hogy nem zárták ki teljesen a másik véleményét, hanem azt mondták, hogy igen, ebben itt egyetértünk, és azért ez is jó, mert ez fontos. Tehát azért lehet találni olyan pontokat, hogy mondjuk a két álláspont ütközik is, azért vannak közös pontok, nem? Így van. Én ezt gondolom, ez nagyon fontos. Ez így van. Mert tényleg egy kultúrált vita volt, tehát nem anyáztak, nem ezt. És a lényegről volt ezzel együtt szó. Fontos. Tehát igen, lényeges kérdésekről volt ugyanakkor szó. És nem hamis kérdésekről. Jól van, nagyon szépen köszönöm. Én várom, köszönöm szépen, és a biztató szó meg különösképpen jó, úgyhogy ez a mai napra bearanyozza az életemet. Köszönöm. Köszönöm, csókolom. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Csókolom. Na szóval, hát igen, ez fontos. Hölgyeim és uraim, most akkor elköszönök. Elmondom a telefonszámot. Sokszor kell elmondani, én is nagy nehezen szólok. Hogy azonnal lett pénz, paripa, fegyver. Hát... Meddig? Mi az a fegyver? Én tegnap a kötött fogásban mondtam éppen, hogy azért úgy előttem van, hogyha... Biztos vannak ott a jó dolgok, már hogy a honvédség raktáraiban. De azért mondjuk nem hiszem, hogy a raktárkészlet az a high-techről szólna. Ez azt jelenti, hogy alapvető dolgok hiányoznak a honvéd kórházban. Ami azért felveti azt a kérdést, hogy na és akkor eddig mi volt? Hát ott is eddig is voltak felelős vezetők. Zaher is itt felelős vezető volt 4,5 éven keresztül. Hát nézzék, ugye erre volnának egy normál helyzetben, egy normál országban, egy normál szituációban a különböző érdekképviseletek, hogy ezeket a meccseket, ezeket a konfliktusokat előzetesen lejátsszák, megoldják. Na jó, egyelőre ennyit erről. A telefonszámom 0630-177-8659. Délután 4-kor találkozunk. Most mindjárt föl fogom hívni Heller Ágnest. Mi abban állapodtunk meg, hogy én holnap délután 4 órára megyek hozzá, és ott a helyszínen fogunk csinálni egy ilyen élő interjút. Délután beszélgetünk, akkor mesélek a kötött fogás aktuális állásáról is, meg belenézek itt a heti lapokba. Jaj! Persze, hát összetolja magát a menedzsment, meg a hatalom, akkor aztán rögtön lép. Addig a bölcsbelátás, az nagyon sokszor hiányzik az életünkben. Hát a berendezésekkel kapcsolatban mondtam azt, amit mondtam, hogy azért mondjuk a honvédség ilyen M-zárolt készletei, vagy raktárai, nem tudom persze, hogy most hogy hívják. Nyilván ilyen alap felszereléseket tud csak nyújtani, de ezek szerint alap dolgok hiányoztak. Még alap dolgok is hiányoztak a honvéd kórházban. Na szóval 06-30-177-86-59, én most elköszönök. Egy élmény volt, már most hiányoznak. Ha valami
olyan van, akkor tudják, úgyis agyomrészt szoktam kapni, és akkor tolom én ott in situ élőben. De 4-kor várom önket, jó? 16:00, 06:30, 177, 86:59. Egy élmény volt.